A főtértől a diáksétányon át indult a túrázók egyik csoportja, egyéniben és vezetett kirándulások keretében is többféle távot teljesíthettek. Ők egy 10 kilométeres sétán Kőszeg történelmét, rejtett kincseit ismerhették meg. Ez a mai túránk, ez egy különleges alkalom, amikor ilyen régi fényképek alapján keressük fel a helyszíneket. Ugye most vagyunk az első helyszínen, a várnak a két régebbi képét lehet látni, ez még a 63-as felújítás előtti. A bakancsos találkozó rendezvény sorozat célja, hogy minél többen túrázzanak a természetben, és közben élményeket is szerezzenek. Egyrészt az egészség szempontjából, másrészt ugye most, ha egy más városban van az ember, akkor azért fel lehet fedezni, meg lehet tudni kis apró titkokat, úgymond a város életéből, és a csapat. A csapatszellem az nagyon fontos. Láda mászás, gumi, mászófal, gólyalábazás is várta az érdeklődőket a várparkban, de akár biciklizhettek is, tízféle mozgásformát próbálhattak ki. Ma vannak kiegészítő jelzések is, amelyek úgymond speciális helyekre visznek el minket, mint ballangok, források, hegycsúcsok, kilátók, vagy éppen lakott település. A túrázók hét próbáján pedig megismerkedhettek a legfontosabb jelzésekkel, megtudhatták, extrém időjárás esetén milyen felszerelés szükséges a kiránduláshoz. Nyuszi, denevér, mókus, pillangó, pók. Ez a kislány azokat az állatokat sorolja, amelyeket találkozhatunk egy kirándulás során, ezért szerepelt például a programok között a gombákon kívül az állatfelismerés is. A mottónk igazából az, hogy túráz velünk, ez egy bakancsos túra találkozó. A lényeg az, hogy Kőszeget szeretnénk minél inkább a bakancsos turizmus központjává tenni. Erre sok minden predesztinálja, egyrészt az, hogy hát gyönyörű a környezet, ugye ezt mindenki ismeri, másrészt nagyon fontos túraútvonalak haladnak el itt. Kőszegről indul az országos kék túra, és itt végződik a 120 km hosszú Alpannonia útvonal, a túrázást népszerűsítő bakancsos találkozó a határon átnyúló Interreg program keretében valósult meg.